Köszöntöm a Balassa magazin nézőit! A vér a gyógyítás számos területén nélkülözhetetlen, mással nem pótolható, különleges gyógyszer. Kizárólag véradók önzetlen adományaként juthatnak hozzá a rászoruló betegek. A Szekszárdi Balassa János Kórház és az Országos Vérellátó Központ helyi kirendeltsége nem egy szervezeti egység, mégis ezer szállal kötődnek egymáshoz, hiszen alig van osztály, ahol ne lenne szükség vérre vagy vérkészítményre. A vér egy olyan különleges gyógyszer, amely semmi mással nem pótolható. Vér nélkül nagyon sokféle ellátás ellehetetlenülne, és nagyon sok beteg gyakorlatilag menthetetlen lenne. A mi helyzetünk elég sajátos, ugye a véradó állomás itt Szekszárdon, itt van a kórház udvarban, tehát nem is feltételeznénk azt, hogy ez valami kórháztól független szervezet és működése is a kórházhoz kapcsolódik. Nem feltételeznénk, hogy ez a kórháztól független szervezet, de ugye tudni kell azt, hogy a 90-es években alakult az országos vérellátó hálózat, amikor az ország összes véradó állomása és vér ellátással kapcsolódó egysége, ugye egy közös, egységes országos hálózatba tömörült. Ilyen módon itt Szekszárdon is gyakorlatilag a kórháztól ez egy teljesen független szervezet, viszont nyilván a mi közös működésünk az ezer szálon összefügg egymással. Számtalan olyan orvosi szakterület van, mely napi szinten használ vért vagy vérkészítményt. Nem véletlen, hogy a kórház számára fontos a véradás szükségességének propagálása. Ha végig soroljuk azt, hogy melyek a nagy vérfelhasználó osztályaink, ugye elsősorban mi az embereknek eszébe jut az a traumatológia, és ez így is van, de egyébként nagyon, vagy több más műtétes szakma, a sebészet, az ortopédia, ezek mind nagy vérfelhasználók. Belgyógyászati szakmák közül a gastroenterológia, a hematológia, az onkológia, ezek mind olyan szakmák, ahol sok vérfogy, de szinte azt nehéz megmondani, hogy a kórháznak melyik az az osztálya, ami a vér vagy vérkészítmény felhasználásban nem érintett. Érzékenyíteni kell az embereket annak érdekében, hogy minél többen nyújtsák a kezüket embertársaik megsegítésére. Ebben a folyamatban mi is a lehető legtöbb energiát visszük, mondta Németh Csaba. Szembesítjük vagy tudatosítjuk azokkal, akik itt a kórházban más emberek segítsége árán vagy más emberek önzetlensége árán tudtak meggyógyulni, hogy ahhoz, hogy a gyógyulásukhoz milyen fontos volt az, hogy vérhez jussanak, próbáljuk népszerűsíteni vagy tudatossá tenni ennek a felajánlásnak a fontosságát, és próbáljuk ezzel támogatni a véradóállomásnak a munkáját és az országos vérellátásnak a biztonságát. Énekelek is, táncolok is, bármi. Nagyon jó. Igen. Még viccelődni is kedve volt Gémesné Nyitrai Anettnek, miközben vért adott. Ő is és a férje is rendszeresen nyújtják karjukat, így nem izgultak különösebb képpen. Azért adok vért, mert szeretek embereken segíteni, jó érzés. Hogyha már orvos vagy ápoló nem lehetek, akkor legalább ilyen módon hozzájárulok az emberek egészségéhez és gyógyulásához. A véradások alkalmából van, aki úgynevezett irányított véradásra érkezik. Ez azt jelenti, hogy egy konkrét betegnek adományozza a levet vért, aminek az a feltétele, hogy megegyezzen a véradó és a beteg vércsoportja. Ilyen vérkészítményt az ország bármely pontjáról eljuttatják az adott betegnek. Pászti Vera, a Szekszárdi Vérellátó vezető főorvosa szerint a véradók napja is egy lehetőség a népszerűsítésre, hiszen a vérátömlesztésre szoruló betegek ellátásához megfelelő mennyiségű és biztonságos vérkészítményre van szükség. Éves szinten országosan 370-390 ezer egység vérre van szükség, ez napi szinten országosan 1600-1800 egységet jelent. Tolna megyében átlagosan legalább 50 véradónak kell naponta jelentkezni ahhoz, hogy elegendő vérkészítmény álljon rendelkezésre. Célunk, hogy megkönnyítsük, lehetővé tegyük minél több ember számára a véradást, vérre bármikor bárkinek szükség. Lehet. A véradók azok a különleges emberek, akiknek ez eszébe jut, és úgy döntenek, hogy ők legyőzik a tűzszúrástól való félelmüket, rászánják az idejüket, és eljönnek segíteni egy számukra ismeretlen emberen, hogy a vérükkel esélyt adnak a gyógyulásra valakinek, akit nem is ismernek. Vért adni a Szekszárdi Vérellátóban hétfői munkanapokon 8 és 17 óra között lehet, de a nyári hónapokban az első hétfői munkanapokon 19 óráig tartanak nyitva.
Szeptember első hétfőjén is este 7-ig lehet majd vért adni. A kórház háttérintézményeit bemutató sorozatunkban ezúttal a logisztikáért felelős részleghez látogatunk. Ez az az osztály, akik egyszerre felelnek azért, hogy minden szükséges anyag a gumikesztyűtől az orvos technológiáig rendelkezésre álljon, és el is jusson a megfelelő helyre. Ha az ember bemegy a kórházba, természetesnek veszi, hogy mindenki fehérben van, hogy ég a lámpa, és van injekciós tű. Abba viszonylag ritkán gondol bele, hogy mindez hogy jut el a felhasználóhoz. Erről gondoskodik az intézmény talán a legsokrétűbb feladatokat ellátó háttérintézménye, a logisztikai osztály. Ennek a szónak a halatán az ember a szállításra gondol, de ez ennél itt sokkal összetettebb. Nem csak ide kell hozni, hanem raktározni is kell, és el is kell juttatni a felhasználókhoz. Ha nagyon röviden akarnánk megfogalmazni, akkor ez a logisztikai és vagyongazdálkodási osztálynak a feladata. Az osztályon 52-en dolgozunk, összesen 4 csoportunk van és egy garázs, és a 4 csoport munkája felöleli a beszerzéstől, illetve a piackutatástól egészen a végpontokig történő eljuttatásig a teljes feladatkört. Ez körülbelül azt jelenti, hogy a gyógyszereken és a nagyértékű tárgyi eszközökön kívül minden a logisztikán keresztül jut be a kórházba, és ér oda időbe, a rendelőbe vagy az osztályokra. Hát a dolog ott kezdődik, hogy először is meg kell, hogy érkezzen az igény valahova, és már ez is ugye hozzánk érkezik. Ezt követően meg kell keresnünk azt a helyet, ahonnan a legolcsóbban tudjuk beszerezni, a legmegfelelőbb minőségben és a felhasználóknak legmegfelelőbb, az igényének legmegfelelőbb minőségben ugye a termékeket. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Ahhoz, hogy valaki igényeljen valamit, ahhoz szükséges némi keret, amelyet mi biztosítunk, illetve a költségvetési keretgazdálkodó kollega biztosít havonta az osztályok számára, figyeli a felhasználást, illetve kimutatásokat készít ez alapján, javaslatokat tesz, illetve befogadja az osztályok kéréseit a keret módosítással kapcsolatban, pótkeret igényeket teljesít, és javaslatokat tesz a vezetés felé, illetve kimutatásokat készít a havi keret felhasználásokról. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Szekszárdon működő Bezerédi szakközépiskolával, ahol ugye logisztikai ügyintéző képzés van, a tanulókat fogadjuk évközi gyakorlaton, és éppen most is vannak nálunk logisztikus tanulók, és az iskolában rendszeresen részt veszünk az állásbőrzén, ahol csodálkozva jönnek oda pont a logisztikus tanulók, hogy a kórházban van logisztika. Mert ugye a legtöbb esetben csak a szállítás az, amire ilyenkor gondol az ember, és semmi másra. Pedig ez egy nagyon széles spektrumot felölelő feladat. A logisztika jelentősen meghatározza a kórház életét, hiszen napi kapcsolat fűzi össze az összes osztállyal a logisztikusokat. A folyamat az ugye, ahogy elkezdtem, tehát a piackutatással folytatódik, miután az igények beérkeztek, majd a kolléganők, hiszen az anyaggazdálkodási és beszerzési csoportban jelenleg csak hölgyek dolgoznak, ők megpróbálják a termék specifikációt a legmagasabb igények szerint teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy a szakember kollégáknak egy csavar vagy izzó beszerzését ők bonyolítják, mint ahogy mondjuk a betegekbe kerülő protéziseknek a beszerzését, a tisztítószerek beszerzését, laboratóriumi reagensek beszerzését, tehát a szakma területnek ugye nagyon jó ismerői kell, hogy legyenek, és többen közülük már több mint 15 éve dolgoznak itt a csoportban, úgyhogy már jól szakmailag nagyon magas fokon dolgoznak. Jelen pillanatban például dolgozunk mivel ugye a vagyongazdálkodási és leltár csoporthoz tartozik a leltározás, ugye a tárgyi eszközök nyilvántartása. Most dolgozunk éppen ennek a modernizálásán, egy vonalkódos rendszer bevezetésén, tehát éjjel-nappal végül is gondolkodunk az újítási lehetőségeken. A logisztika feladatkörébe tartozik a raktározás is. Itt, ahol most vagyunk, ez a központi raktár. A gyógyító anyagoknak a nagy része az ide kerül be, illetve innen kerül kiadásra az osztályok felé, illetve itt működik egy házi nyomdánk is. A földszinten pedig a munkaruha raktárunk található, ahol az intézménynek a munkaruhára jogosult dolgozóinak az ellátása történik. Ahhoz, hogy eljutassuk a dolgozókhoz az anyagokat, gépjárműparkra is szükség van. Ezt jelenleg 22 gépjárművel, 18 gépjárművezető kolléga és 4 rakodó látja el ezt a feladatot, akik nem csak az anyagok kijuttatását végzik az osztályok felé, hanem például betegszállítást, ételszállítást, veszélyes hulladékszállítást, laboratóriumba vérszállítást végeznek, tehát nagyon sokrétű és egy nagyon nagy, komoly szervezést igénylő tevékenység ez is.
Világszerte május utolsó szerdáján tartják a szklerózis multiplex világnapját. Ezen a napon hívják fel a figyelmet arra, hogy bár a betegség jelenleg gyógyíthatatlan, több gyógyszeres kezelés érhető el ma már. Ezekkel javítani lehet a betegek közérzetén, illetve ezekkel elérhető, hogy ne rosszabbodjon tovább az állapotuk. Magyarországon 8000, Tolna megyében közel 200 multiplexben szenvedő beteg él. Felvett elektromos jelekből a hozzáértő szakember meg tudja mondani, hogy a látó idegnek, vagy a látó pályarendszernek van-e hibája. Épp a látó idegeket vizsgálják a Szekszádi Kórház neurológiai osztályán. Ez az a vizsgálat, ami segít a szakorvosoknak megállapítani a páciensről, szklerózis multiplexben szenved-e. Ezek tulajdonképpen funkcionális vizsgálatok, a látó és a halló pályarendszer működését tudjuk megvizsgálni, mert sokszor nagyon csekély klinikai tünetekkel, esetleg csak szubjektív panaszok mellett ezek pozitív eredményt adnak, és ez támogatja magát a betegséget, nem egyértelmű diagnózista támogat. És ami nyilván a betegek körében a legkevésbé szeretett, és hát nyilván tartanak tőle, sajnos van olyan eset, amikor az MR-vizsgálatok sem tudnak egyértelmű diagnózishoz vezetni, olyankor szükség van arra, hogy gerinc folyadékot vegyünk, és a gerinc csapolás során az ágyéki szakaszról bocsátunk le néhány milliliternyi folyadékot, amelyet elküldünk laboratóriumi vizsgálatra. Itt helyben erre nincs lehetőség, hiszen itt speciális fehérjék kimutatására van szükség, ami fehérjék az adott betegségben kórusan megszaporodnak, és abból is van egy speciális immunglobulin fehérje, ami bizonyíték, vagy bizonyító erejű erre a betegségre. A központi idegrendszer gyulladásos autoimmun megbetegedése jellemzően 20 és 40 éves kor között, és igen szerteágazó tünetekkel jár együtt. Érintheti a látópályát, a látóideget ezen belül, de nyilván bármelyik oldali szem ideget. A központi idegrendszer bármely részét, tehát lehetnek esetlegesen érzészavarral, bénulással járó tünetek, és sajnos a gerincvelőt is, ami szintén bénulásos jelekkel, illetőleg a esetleges székletvizelet irányítási zavarával is társulhat. Jelenleg nem lehet gyógyítani a betegséget, mivel azt sem tudják, mi váltja ki azt. Sajnos az egyértelmű okát nem tudjuk. Egy autoimmun kór folyamatot feltételeznek a tudósok, ami sajnos mindítja el, nem tudjuk. A lényege az, hogy különleges fehérjéket termel a saját immunrendszer, a szervezet, az egyébként egészséges sejtjeink ellen, és ezáltal azok gyulladásba kerülnek, elhalnak, és ezáltal alakulnak ki a definitív neurológiai jelek a sejt elhalása következtében. Csak gyulladáscsökkentő vagy betegségmódosító terápiák érhetőek el, amivel lehet javítani a betegek közérzetén, illetve ezekkel elérhető, hogy ne rosszabbodjon tovább az állapotuk. És ez egy ideg sejt elhalással járó betegség, és ugye jelenleg sehol a világon olyan terápia, ami ezen sejtek, elhalt sejtek működését helyre tudná állítani, nincsen. Azoknak a sejteknek a megmentésére törekszünk, amelyek a gyulladás által érintettek ugyan, de még nem véglegesen károsodtak. Tehát ezekkel a kezelésekkel ezt lehet elérni. A betegség módosító kezelésekkel pedig azt szeretnénk, hogy az esetleges visszaesések vagy a visszaesések súlyossága az minél kisebb, csekélyebb legyen. Világszerte nagyjából 2,5 millióra. Magyarországon 8000 körülire tehető a szklerózis multiplexes betegek száma. Tolna megyében közel 200 ilyen betegségben szenvedő pacienst lát el a kórház. Számukra a legkorszerűbb gyógyszeres terápiákhoz való hozzáférést az úgynevezett SM-centrumok biztosítják, ami 1995 óta a Tolna megyei Balassa János kórházban is működik. Időről időre kiváló alkotások díszítik a kórház igazgatóságának falait. Képek vagy festmények, hol adományok, hol arról tanúskodnak, hogy a gyógyítók értenek az orvosláson kívül máshoz is. Ezúttal olyan képeket mutatunk önöknek, melyeket valószínűleg nagyon kevesen láthatnak így, hiszen a mikroszkópok segítsége is kell hozzá. Reglődi Dóra kiállítása a Tolnai megyeszékhelyen egyfajta hazatérés. Hiszen szülei, apai nagyszülei szekszádiak voltak, egész családja a Szekszádi kórházban dolgozott. Nagyapja tüdőgyógyász volt, a tüdőgondozó igazgató főorvosa, nagyanyja fogorvos, édesapja neurológus,
édesanyja belgyógyász. 8 éves koráig élt Szekszárdon, később is sok időt töltött a városban. Ugye ez a kiállításnak volt előzménye, a Balassanapon hallgathattuk professzor asszonynak egy előadással és előadással kísérte vetítését, akit ott volt, azt hiszem megerősíthető, hogy nagy élvezettel hallgattuk végig, és nagy örömünkre szolgált, mikor megtudtuk és megkaphattuk ezt a felajánlást, hogy ez a kiállítás most itt a Folyosó Galérián is hosszabb időn keresztül élvezhető és látható lesz. Reglődi Dóra ma az anatómia professzora. A Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem általános orvosi karának tudományos dékán helyettese. Az Anatómiai Intézet igazgatója. 4 nyelven beszél, akadémia díjas. 2-szeres Bolyai ösztöndíjas, elnyerte a L'Oréal UNESCO nőkért és tudományokért magyar ösztöndíját is. A medikusok egyik kedvence. 8-szor kapta meg a kiváló oktató kitüntetést. Fotói, ezek, amiket láthatunk, ezek a mikroszkópos világról szólnak, tehát ez a kiállítás, ez ebben is egyedi. Idegrendszeri kutatásai során különös hasonlóságot fedezett fel az idegsejtek, az idegrendszer mikroszkópikus képe és világhírű festők legjobb alkotásainak egyes részletei között. A téma kutatása a hobbija lett. Több mint 400 ilyen meglepő párhuzamot talált Pollock, Dali, Van Gogh, Matisse, Pál László és más művészek munkáival. A szövetmetszett műalkotás párhuzamokból több kiállítás is nyílt már. Nemzetközileg is elismert tudományos és oktatói tevékenysége mellett a medicína és a képzőművészet kapcsolata az élete részévé vált, melyben alkotótársa férje, Bárdos Attila, patológus, költő, akivel együtt sikerrel fedezik fel az anatómia, a képzőművészet és az irodalom határterületeit. Azt se tudom megmondani, hogy mit ábrázolnak ezek a képek, hiszen ezt mindenkinek magának kell megállapítani a saját tapasztalatainak, személyiségének, pillanatnyi hangulatának tükrében, mivel egy kép csak akkor készül el igazán, amikor valaki megnézi. A tárlaton orvosi munkájának másik képzőművészeti vetületét a szövetmetszett preparátumok készítésekor keletkező hibák, az úgynevezett műtermékek különös formáiból született fotókat ismerheti meg a szekszárdi közönség. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!